teszteljük le azért. És ha már itt vagyunk, akkor mutatkozzunk is be, illetve te mutatkozz be, már minden tudsz. Benes Eszter vagyok, 19 éves, végzős diák, és azért jöttem el, hogy megmutassam, hogy mit tudok. Adéltől fogom énekelni a Turning Tables című számot. Köszönjük szépen, nagyon profi, megyek is. Close enough to start a war. All that I have is on the floor. God only knows what I'm fighting for. All that I say, you always say more. I can keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. So I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you. You just desert me. I can give you what you think you gave me. It's time to say goodbye. Turning tables. Turning tables. Under haunted skies I see you. Ooh, where love is lost, your ghost is found. I'll rip the haunted storms to leave you. As hard as you try, no, I will never be knocked down. I can't keep up with your turning tables under your thumb. I can't breathe. I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you. You just desert me. I can give you what you think you gave me. It's time to say goodbye. Turning tables. Turning tables. Next time I'll be braver, I'll be my own savior when the thunder goes for me. Next time I'll be braver, I'll be my own savior standing on my own two feet. I won't let you close enough to hurt me. No, I won't ask you. You to just desert me. I can give you all you think you gave me. It's time to say goodbye to turning tables. Turning tables. Turning tables. Nincsen hangom, de most már van hangom. Nagyon szépen köszönjük. Időközben én elmentem a kulisszák mögé, de onnan nehéz lett volna visszajönni, ezért körbe kellett sétálnom. Szeretném a színpadra kérni Oroszné Andreát. Nagy tapssal fogadjuk. Állvánnyal vagy anélkül.
tényleg nem tudom, minek van itt ez az állvány. Kezedbe is adom, és téged szeretnék megkérni, hogy egy kicsikét beszélj magadról. Oroszné Andrea vagyok, itt élek Miskolcon, és a gyerekeimnek a zunzolására jelentkeztem erre a versenyre. Ők szerették volna, ha eljövök, és hát én elég régóta éneklek már, de csak ilyen hobbi szinten, egyszer-kétszer voltam már ilyen tehetségkutató versenyen. Hát majd most meglátjuk, milyen sikerrel. Milyen dalt hoztál nekünk? Zsidától hoztam, a Mennem kell továbbot. És a gyerekek itt vannak, vagy interneten itt nézik? Itt vannak, szurkolnak. Az mégis nagyobb izgalom. Igen. Szeretném a technikai csapatot megkezni. Meg vagyunk. Jó, akkor el is hagyom a színpadot. Minden nappal jobban vágytam rá. Minden szóval elvarázsoltál. Soha senki nem volt fontosabb még, mint te voltál. Úgy szerettél, bármi történt, nem felejtem már. De még vár, hogy kérsz, mennem kell tovább. Ne hidd, hogy úgysem fáj, így is túl nehéz a választás. Nem kérek mást, ha tényleg véget ér, csak hogy adj majd újra nézd, mondd, hogy látlak még ne fél. Percek óta csendben nézel rá, nem hiszem, hogy visszatarthatnál. Vajon miért nem vettük könnyedebben az életet? Miért akartad minden áron azt, hogy más legyen? Mert így bár, hogy kérsz, mennem kell tovább. Ne hidd, hogy úgyse fáj, így is túl nehéz a választás. Nem kérek most, ha tényleg véget ér, csak hogy adj majd új esélyt, mondd, hogy látlak még ne fél. És ha zápor hull le rád, a szívem is enyhült el, és a napsugár majd hoz még szársad el. És túl nehéz a választás. Nem kérek más, ha tényleg véget ér, csak hogy adj majd új esélyt, mondd, hogy látok, még ne félj. Köszönjük szépen! Már is magamévá teszem a mikrofonodat. Nézzük, ki lesz a következő versenyző. Ismét egy hölgy. Ebbe a körbe egy darab úriember van, az összes többi hölgy, úgyhogy nehéz dolguk lesz. Szeretném ide kérni Horváth Dorinát. Fogadjuk nagy-nagy tapssal. És ha jól látom, ide van írva nekem, hogy szintetizátor. Ugye? Várj, adok is egy mikrofont. Igen. Meg is foghatod. Jó, oké. Kicsit meg vagy illetődve. Állványra van szükség? Nincs. Oké. Közben jól meginterjúolnálak téged. Tessék? Közben jól meginterjúolnálak téged. Jó, oké. Egy kicsit mesélj magadról. Jó. 14 éves vagyok. Horváth Dorinának hívnak. Én az egyik kedvenc számomat hoztam el nektek, önöknek.
És azért szeretem ezt a dalt, mert igaz, hogy bár nagyon érett a gondolkozása ennek a hölgynek, aki énekli, Cserháti Zsuzsától hoztam, de mégis nagyon közel áll hozzám, mert nagyon szeretem az egyedi hangját, és nagyon közel állnak hozzám a lírai dalok. Hát ez nagyon szép monológ volt, és igazából szerintem mindent le is fedett. Egy pici türelmedet szeretném kérni, ugyanis a kamerát most én kezelem, illetve hátul megkérdezem, hogy rendben vannak-e az urak, de igen, ők rendben, úgyhogy tőled még annyit kérek, hogy ezt itt hirtelen lezárom, és mindjárt teszek bele egy ilyet. Igen. Bár szerintem egy picit sok is. Melyik? Hát melyik? Szerintem, hát mindkettő. Oké. Csináljuk egy próbát. Jó lesz. Messze fenn a földcsasz ég között két hattyú szállt. Szívük napsugárba öltözött, békét talált. Csupa kék és zöld a végtelen, aztán puska dördült hirtelen, s rá egy vad sikoly, hová tűntél, drágám, merre szállsz, szárnyatól ragyog, a te messze jársz, olyan bús vagyok, én gyere velem, hívd a szívemet, hiszen nélküled boldogságban részem többé sohasem lehet. Messze fenn a földcsasz ég között egy hattyú száll, szárnya és sötétbe öltözött, szíve úgy fájt. Aki soha nem volt társtalan, nem érti ezt, hogy a hattyú mikor este van, halkan sírni kezd. Drágám, bocsáss meg a bűnömet, gyenge voltam én, meg se védtelek, s nem vagy már enyém. Drágám, bocsáss meg, hogy kék az ég, az is jön, de többé együtt nem leszünk. Messze fenn a földcsasz ég között egy hattyú szállt,
költözött, ő még itt várt. Hallja még az eltűnt kedvesét, szíve megszakadt, és úgy zuhant le a föld felé, mint egy kődarab. Mikor hattyú száll az égen át, arra gondolok, ez a szép világ nem csak jót hozott, hát lényegében olyan vastasot kaptál, amit nagyon kevesen. De azért szeretnék egy tapsot a kísérőnek is, külön, pedig ő csak úgy félrevonult. Tehát nélküle ez nem működött volna így. Mindjárt arrébb rakom itt ezt a széket. Ez nem tudom milyen célt szolgál, de most egy kicsikét eltüntetem. És rátérünk a következő versenyzőnkre, aki nem más, mint Csernai Beatrix. Adok is neki egy mikrofont. Az övét. És neki van egy kísérője, ugye? Hát akkor szeretném, hogyha a két kísérőd van. Hoppá! Igazából kíváncsi vagyok, hogy a következő versenyzőnek hány kísérője lesz, hogyha így haladunk. Szeretném, hogyha egy kicsit mesélni magadról, meg most már bemutatnál a kísérőket is, mert ugye róluk nem nagyon sokat tudunk. Itt akkora hévben vagyunk, és olyan pörgésben, hogy egy kicsikét háttérbe szorítjuk őket. Jó, úgyhogy akkor mesélj picit magadról, a kísérőkről, kik ők, milyen dalt hoztatok, és lényegében ennyi. Hát Csernai Beatrix vagyok, a kísérőim Balogh Bettina és Vihula Mihajló. A közönség már teljesen jól tudja, mit kell tennie. Hát Jesse G-től a Hújó át fogom énekelni, és igazából 3 éve tanulok énekelni. Mit lehet még róla tudni? Hát azért jelentkeztem erre a versenyre, mert kíváncsi vagyok egy komoly szakmai zsűri véleményére, és arra is, hogy van-e értelme folytatnom az éneklést. Hát értelme mindig van. Az ember magának dalol, nem? Illetve azért, hogy a környezetét egy kicsikét jobb kedvre derítse a szürke hétköznapokon. Hát igen, de hogyha ez nem sikerül, akkor nem sok értelme van. És hogyha nem sikerül, akkor mi lesz a következő pályád? Tánc? Nem, hát... orvos szeretnék lenni. Hát énekes orvos? Nem. Oké, rendben. Hát bízunk benne, hogy nem fognak eltántorítani téged erről a pályáról. Egy gyors hangszer próbát csinálunk, Léci. Igen, hallom. Akkor jó. Action.
Köszönjük szépen! És köszönet a kísérőknek is! Kedves Beatrix, szerintem éneklő orvos lesz belőled. De az én véleményem. Következő versenyzőnk, már be is hívom, neki úgy tudom, hogy nincsen hangszeres kísérete, ő zenei alapot kap. Van hangszeres kísérleted? Nincs. Fogadjuk nagy-nagy tapsai szeretettel Medve Melindát. Csak azért kérdeztem, hogy van-e, mert ugye úgy indultunk, hogy egy gitár, utána egy zongora, egy gitár, és aztán ki tudja, itt most lehet, hogy valami cimballom, stb. Jött volna, de milyen dal lesz? Hát én egy Whitney Houston számot választottam. Hát abban van minden hangszer. Hát abban van minden hangszer, reméljük, hogy a hangomban is lesz, mert ma reggel még nem nagyon volt. Hát szerintem most már úgy alakul. Hát főleg, hogyha kiengeded. Én pénteken hallottam a karaokézni, hát ott igazából szerintem szenzációs volt. Természetesen mindenki. Mert mindig azt mondják, hogy én csak éppen aki itt van a színpadon, annak próbálok kedvezni. Nem, tehát mindenki. Mit tudunk még rólad? Medve Melindának hívnak, 27 éves vagyok. Körülbelül 11 éve énekelek, és a rendőrség kötelékében dolgozom. És ott a rendőrségnek a zenekarával? Nem. 3 évig az Avasi Őrsön teljesítettem járőrszolgálatot, most pedig körülbelül másfél hónapja a Miskolc Városi Rendőrkapitányság ügyeletén dolgozom. Akkor viszont nagyon-nagyon sokan nézhetnek téged és szurkolhatnak ezek szerint most az interneten keresztül. Ha nem, akkor pedig utána majd parancsba kell adni, hogyha lesz ebből középdöntő-döntő. Akkor meg is kérdezném itt a kollégákat, hogy hogy állunk. Ők rendben vannak, azért megnézem itt a videós részünket is. Ő is azt mondja, hogy rendben van, tiéd a pálya. Back again, this passion inside. I cannot hide from myself. There's no better heart. But don't make me close one of my door. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Away from me, yeah. I have nothing, nothing, nothing if I don't have you. Of me, you break down my walls with the strength of your love. Ooh, I never knew love like I know it when you feel a memory survive. I don't really need to look very much further.
I don't wanna have to go where you don't follow. I want it back again, this passion inside. Can I ride by myself? There's no better hand. Forever, I remember forever. Don't make me close one of my doors. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Don't walk away from me. Yeah. I have nothing, nothing, nothing. Close one of my doors. I don't wanna hurt anymore. Stay in my arms if you're there. Must I imagine you there? Don't walk away from me. Don't walk away from me. Don't you dare walk away from me. Nothing, nothing, nothing. If I don't have you, if I don't have you, have you. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen! Hát itt igazából semmilyen rekedtségről nem beszélhetünk. Kint megkérdezték a versenyzők, hogy ez most felvétel, vagy tényleg te énekeled? Nem, nincs magnó a zsebemben, én voltam. Hát azt hiszem, hogy azért a taps is bizonyította, hogy van értelme azért ezen a pályán menni, meg hát lehet, hogy akkor rendőrség zenekarába is bejutni. Megnézzük. Köszönjük szépen! Köszönöm még egyszer! Elkérem a mikrofont. Jár neked a taps. Menjünk tovább, ismét egy hölgyet szeretnék kérni. Neki azt hiszem nincsen hangszere, ugye? Akit úgy hívnak, hogy Szécsi Viktória. És már is, amikor beérkezel, nagy tapsal fogadnak téged, látod? Kapsz is egy mikrofont, és beszélgessünk egy kicsit. Majdnem összeöltöztünk. Szécsi Viktória vagyok, Miskolcról érkeztem. 17 éves vagyok, és a Léva József Református Gimnáziumba járok, és körülbelül 7 éve énekelek. Mit hoztál nekünk? Sik? Milyen dalt hoztál nekünk? Ja, Jennifer Hudson-től a One Night Only című számot. Hű, az is olyan magasba megy, ugye? Igen. Na, még jó, hogy nem ez az énekes mikrofon, mert sokszor nem hallják, hogy én mit mondok, de viszont szeretném, hogyha önök hallanák, úgyhogy ha a technikai lehetőségek adottak, nyomunk itt egy felvételt. Mehetünk? One night only,
morning this feeling will be gone. It has no chance going on. Oh, something so right has got no chance to live. So let's forget our chances. It's one. Köszönjük szépen! Már itt a mikrofont! Nehéz dolga lesz a zsűrinek, úgy érzem. Már is megyünk, egy újabb hölgy fog előbukkanni innen hátulról. Kinek neve Hornyék Ágnes? Nem? A Csilla. Bocsánat. Tehát akkor... Digi Csilla! Nagy tapsot neki még egyszer, Ági is fog majd kapni. Szóval egy csere történt, amiről most én nem tudtam, de nem baj, azért meg lehet tréfálni itt egymást. Kedves Csilla, aki nem Ági, mit lehet rólad tudni? Hát, én igazából a Szemere Bertalan szakközépiskolában tanulok, jelenleg végzős fodrászként, 18 éves és Halmajról érkeztem. Értem, és hogyha a fodrásznak tanulsz, akkor nekem mit ajánlasz? Inkább szokja meg, vagy valami hajbeültetést csináljunk? Szokd meg! Köszönöm szépen! Igazából a szakmádban szerintem kiemelkedő teljesítményt fogsz nyújtani, de nézzük az ének teljesítményedet. Mit hoztál nekünk, milyen dal fogunk hallani? Krisztina Aguilera-nak a Hurts című számát. Oké, mindjárt megnézzük a technikát, hogy minden rendben van-e. Indítunk gyorsan egy felvételt. Az én részem rendben, hátul ott is. Kezdjük! Don't pick me when I know you're who I am.
just one more day, yeah, now I'm taking my time, to vent away, now oh, I'm dangerous, that is mine, to try it to be. Just coming to, and I've hurt myself. By hurting you, köszönjük szépen! Köszönöm. Következő közép döntőnél majd egy állványt fogunk ide tenni, és akkor nem én fogom fogtosni a mikrofont, erre már rájöttem. Menjünk tovább, hogyha ilyen csere történt, akkor ugye most Hornyik Ágnes jön. Így van. Adok is neked egy mikrofont. Nagy-nagy tapsal szeretném, hogyha köszöntenénk. Ez igen, ennek még senki nem volt akkor rajongó távolra. Mesélj egy kicsit magadról, hogy ez minek köszönhető. Hogy tanulsz, vagy éneklés kapcsán, stb. Amit a többieknek megkérd, most jól belepörgettem a nyelvemet, úgyhogy tudod-e, hogy mit szeretnék én kérdezni? Hornyik Ágnes vagyok, és az István a Király Rock Operából fogom énekelni az Oly távol vagy tőlem című dalt. Hát gyerekkori élmények fűznek ehhez a dalhoz. Nagyon sokat énekeltem gyerekkoromban, ezen nőttem fel, ezen az István a királyom. Nagyon szeretem. 24 éves vagyok egyébként, és körülbelül olyan 3 hónapja járok énektanárhoz. Most kezdtem el nemrég, ugye? Hát akkor ez nagy teljesítmény, de nézzük meg, hogy a kollégák beálltak-e. Mindjárt elindítom én is a felvételt, és akkor neki is vághatunk. És mégis közel, de hallgass, én érzem a szívem felel. Ó,
Uram, tőled kaptam a lelkem és a helyzetem. Ellenségeim állnak mellém, s népem támad ellenem. Mondd, mennyit ér az ember, ha büntelen, de gyenge. Mondd, mennyit ér, ha készül véres győzelemre. Oly távol vagy tőlem, és mégis közel. Nem érthetlek téged, s nem érhetlek el. Oly távol vagy tőlem, és mégis közel. De hallgass, én érzem, a szívem felel. Édes Uram, ó, nézz le rám, nyíló virág kerted alján. Szívem szakad, ha rád gondolok, nélküled már elhervadok. Köszönjük! Most már értem, mi volt az ügyrivalgás a háttérben. Nagyon szépen köszönjük! Szerintem nem menj messzire, még egy meghajlást ez bőven kíván. Kár, hogy az internetes nézők ezt nem láthatják. Ezt hívjuk úgy, hogy vastaps. Nagyon szépen köszönöm, köszönöm a közönségnek is. Ebben a csapatban egy darab úriember van, megpróbálom felkonferálni őt. Szeretném a színpadra hívni Kovács Lászlót. Kedves László, adnék egy mikrofon neked, te ezzel tudsz bánni állítólag. Igen. Mesélj magadról. Sziasztok, Kovács László vagyok, 24 éves, Miskolcon élek, és Michael Bublé Feeling Good című számát szeretném elénekelni. Fogadják sok szeretettel. Ez gyors volt és lényegre törő. Mindjárt megnézzük, hogy a technikai cuccok vannak-e állítva. Egy kis türelmedet kérem. Brigadő közben. Egy cserét kell eszközölni. Oké, mehet? Jó így? Jó, aha. Jó, már csak én vagyok, aki csúszik. Kezdhetjük. The sky, you know how I feel. Breeze drifting on a by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I am feeling good. I'm feeling good. Hey! Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Know how I feel.
It's a new town, it's a new day, it's a new life for me. And I am feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. In this old world, there's a new world and a forward for me. The pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new town, it's a new day, it's a new life. It's a new town, it's a new day, it's a new life. Oh, it's a new town, it's a new day, it's a new life. And I am feeling good. Oh, wow. Yeah, I feel so good. Yeah, I am feeling good. Oh, 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 oh. Úgy látom, hogy a közönségnek meghozták itt a produkciókat, tapsolni való kedvét. Nagyon szépen köszönöm. Közben technikai kollégámat, Lacit keresem, neki majd lesz feladata, úgyhogy szeretném, hogyha majd előkerülne, de már szóltam, addig is felkonferálnám ennek a körnek az utolsó versenyzőjét, nem utolsó sorban, már jön magától, Ulál Barbara, Barbi. Nagyon-nagyon szerencsés vagy, mert egy olyan közönséghez érkeztél, akik most már nagyon-nagyon tudnak tapsolni. Figyelj csak! Ulál Barbara! És akkor egy kicsit beszélj magadról, illetve elkérném a Lacit, hogy ebbe a kamerába egy kártyát tegyünk bele. Meddig? Most. Csak erre a körre. Jó, egy kicsit beszélj magadról, hogy mit lehet róla tudni, mióta énekelsz, hány éves vagy, milyen dalt hoztál, és miért. Olá, Barbara vagyok, 21 éves, tőzsgyökeres miskolci lakos. Gyerekkorom óta imádok énekelni, szinte állandóan, teljesen mindegy, hogy milyen idő van, milyen időpont, milyen kedvem van. Most pedig Alicia Keys-től fogom elénekelni a Woman's World című dalt. Köszönöm szépen. Én mindig meglepődök, amikor azt mondják, 17 éves vagy, gyerekkorom óta énekelek, de hát lehet, hogy én vagyok tulajdonképpen az öreg. Na mindegy, hallgassuk, megnézzük, hogy minden rendben van-e itt. Meg hátul. Mehet. You could buy me diamonds, you could buy me pearls, take me on a cruise around the world, cause baby I know you're worthy, they know lit by candle, hold on my bummer babe, make love
Nagyon szépen köszönjük! Köszönöm szépen, és hát elfogyott a harmadik etap versenyzői csapata. Ismét szeretnénk egy 10-15 perces szünetet tartani, és utána az utolsó negyed következik, úgyhogy nekik is érdemes és lehet rukkolni.